Most Partoki Gönczi Balázs előadása következik. Nagy várakozással, magam is nagy várakozással tekintek elé, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian úgy gondoljuk, vagy méltán gondolhattuk, hogy az űrjog egy nagyon izgalmas kérdés, de vajon tényleg olyan súlyú-e, hogy akár a szakmai, vagy a fiatal szakmai közönségben ez egy életpálya, vagy életcél lehet egy ilyesmit tanulni, vagy egy ilyen területre menni, és azt kell mondanom, hogy talán a magyar űrjognak, az űrjog, hát hogy mondjam, kimunkálásában vett történelmi szerepünknek is köszönhető, talán nem annak, hanem valami egész más oka van, de igen népszerű lett, ennek az új képzési, a Unispace képzési formának a legnépszerűbb területéről beszélünk, és ezért is kértük Balázst, hogy akkor meséljen nekünk arról, miért fontos az űrjog és űrpolitika Magyarországon. Parancsolj! Köszönöm szépen, hát nem tettél rám nyomást. Mindig hálás az ebédszünet után elsőnek lenni, meg utolsónak a konferencián. Igyekszem én is tartani az ütemezést időben. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Az előző eladást végignézve nekem két dolog jutott eszembe, hogy az űrhajósok és köztem az a hasonlóság, hogy ugyanolyan a naptárjuk. Annyi, hogy nekem sokkal unalmasabb. Meg ezt beszéltük elnök úrral, hogy hát a kolonizáció igen messze van, hogyha orvosilag ilyen kihívások vannak a teljesen fit emberek esetében is. Na de rátérve arra a területre, ami kicsit közelebb áll a szívemhez, egy provokatív címet kért elnök úr, nem tudom mennyire lett az. Nem egyszerű a helyzet akkor, hogyha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, és ezt miután létrejött az egyetemen egy világűrjog és politika kutatóintézet, ezt gyakran ki is kell mondanom, és amikor ezzel találkozok, nyilván nem ebben a körben emberekkel, akkor látom, hogy egy pillanatig visszatartják a lélegzetet, és néznek, hogy én is elnevetem-e magam, és akkor együtt fogunk nevetni, de ez nem történik meg, és akkor utána el kell magyaráznom, hogy egyébként itt miről is van szó. Nem a Holdon adásvételről, illetve nem egy metajogról van szó, amikor alienekkel találkozunk, akkor velük milyen szerződéseket köthetünk, vagy mi van, ha rájuk lövünk. Sőt, még nem is arról van szó, hogy ha kolonizáljuk a Marsot, akkor létrejön mondjuk egy új faj, mert biológiailag megváltoznak az ottani környezet miatt, és az még vajon ugyanaz a nemzet lesz, aki mondjuk kolonizált azt az égitestet. Ezek nem tartoznak a világűrjog területébe, és a világűrpolitika ezzel nem foglalkozik. És hát ugye ott a Unispace program kapcsán természetesen megtaláltak minket, pont onnan jött a támadásra, onnan nem számítottunk rá, Szentendréről, hogy ők nem kérnek a világűrpolitikai tanácsadóképzésből. Mi sem vártuk, hogy onnan tömegek jelentkeznek, de én megértem azt, hogy ez sokak szemében értetlenséget vált ki. Egyrészt ugye globális szinten kell ezzel a témával foglalkozni, ezt próbálom megindokolni első körben, és az, hogy egy 10 milliós országban, hazánkban ennek mi a relevanciája, erre is kísérletet teszek, bízva abban, hogy pár embert meggyőzhetek a hallgatóságban. Mert hogy miről is van szó? El kell különíteni egymástól az űrtevékenységet és az űrkutatást. Az űrkutatást senkinek nem kell itt bemutatnom, én tanulok önöktől minden egyes alkalommal. Az űrtevékenység, ez pedig az, amikor ember végez valamilyen tevékenységet a világűrben, vagy a világűrrel kapcsolatban a Földön végeznek tevékenységet, és mindenhol, ahol emberi tevékenység felmerül, ott bizony jogviszonyok és jogalanyok, jogtárgyak kerülnek képbe. Volt egy professzor, aki kinézett az ablakon vizsgáztatás közben, annyit kérdezett a vizsgázótól, hogy mit lát az utcán, és akkor oda ment a bátortalan joghallgató, és mondta, hogy hát egy nőt, egy férfit, és mondta, hogy nem, jogalanyokat és jogtárgyakat látunk, meg jogviszonyokat. És nekünk van egy ilyen szemüvegünk, jogász, hogy felvesszük, mi látjuk ezeket a láthatatlan dolgokat, mint ahogy Vári Péter látja talán már a frekvenciákat. Ilyen annyi van, mint a égen a csillag, mégse tudjuk eladni háromszor egy évben, mert hogy ezek láthatatlan dolgok, de ott vannak, és hiába a világűrbe végezzük ezeket a tevékenységeket, igenis felmerülnek olyan kérdések, hogyan jutottunk fel egy műholdat, milyen felelősséggel tartozik az ott végzett tevékenységért, ki vállalja a felelősséget, és ezek a kérdések egyre inkább tágulnak. A nehézség ebben, hogy a jogi rezsimet, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy hidegháborús termék, egy 63-tól 70-82-ig gyakorlatilag
egy hidegháborúban senki ne szerezzen túl nagy hatalmat a világűrben, konszenzus kialakult az államok között, a nagy ellenfelek között is egy duopol világrendben, és leszabályoztak bizonyos kérdéseket. A világűr mindenki, csak békés szélre lehet használni, nem tudták, hogy ki fog nyerni. Igazából ez a konszenzus azonban ez megszűnt, a hold megállapodás gyakorlatilag az utolsó, ami már nem nevezhető egy eredményes megállapodásnak, mert bár érvényesen létrejött, csak 18 állam ratifikálta, és onnantól kezdve nincsen nemzetközi szinten kötelező erejű egyezmény. A világűrjog, mint ahogy a vér is nyilván az agyban megtalálja az útját előbb-utóbb, és megpróbál tovább fejlődni. Nehéz terepre tévedt. Egyrészt az ENSZ-nek vannak azóta elfogadott 16 ajánlása, amíg annyit sem érnek, mint egy nemzetközi egyezmény, hiszen tényleg csak az önkéntes jogkövetésre lehet appellálni. Mindazonáltal nem becsülném le ezeket, mert az államok önkéntes jogkövetése szokásjoggá tud formálni bizonyos ilyen ajánlásokat, de mégsem olyan, mint egy szuverén állam által elfogadott jogszabály. És a másik irány, amiben fejlődik az űrtevékenységek szabályozása, ez a nemzeti szinten elfogadott törvényeknek a terepe. Ebbe számos modellt látunk, 34 ilyen államot találhatunk most a világon. Vannak olyanok, akik akár már az űrbányászatot szabályozzák, ezzel nyilván a saját cégeiket akarják helyzetbe hozni egy bizonytalan jogi környezetben. Ilyen Luxemburg, az Egyesült Államok, Japán és Egyesült Arab Emírségek. Tehát ezen az úton próbál ez a jogi rendszer fejlődni. De hogy miért is fontos ez, hogy egyáltalán jogszabályokkal foglalkozunk ezen a területen? A válasz kettős. Globális szinten azért, mert a jog az a játékszabályoknak az összessége. Mindenki vagy saját példából, vagy látott már ilyet, amikor gyerekek játszanak társasjátékot, és vagy felnőttek is, felmerül egy kérdés, hogy mi a szabály. És akkor ezen nagyon össze lehet veszni, és ilyenkor nagyon jó, hogyha elő lehet venni a szabálykönyvet, és könnyen meg lehet találni, hogy ez a szabály, és akkor mindenki megnyugszik, mert különben ugye egymásra borítjuk az asztalt, stb. Na most ugyanez van a világ minden terén, hiszen emberek vagyunk a társasjátékban és a globális feszültségekben is. Ha nincsenek egyértelműen lefektetett játékszabályok, akkor az feszültséghez fog vezetni. És az űrtevékenységek fejlődésével, azáltal, hogy már nem egy duopol világban élünk, hanem számos ország kíván tud űrtevékenységet folytatni, azáltal, hogy az államok mellett, akik ugye a presztízst tartották első körben szem előtt, megjelentek a magánpiaci cégek, akiknál a profit is megjelenik, újabb és újabb kérdéseket hoznak be, és akkor még nem beszéltem arról, hogy most nagyjából 4900 aktív műhold van a világűrben, és akkor ehhez tegyük mellé a Elon Muskot, meg az összes többi megakonstellációt, csak alacsony földkörüli pályára, úgy, hogy nincsen légiforgalomszabály, űrobjektumforgalomszabályozás, ez a Space Traffic Management. Ugye, amikor a Dwight fivérek elkezdtek repkedni, senki nem gondolta, hogy ezt szabályozni kellene, hiszen a légtér nagy, uszkuát koélum, ahogy a rómaiak mondták, hát lehet menni. Ma már senki nem ül fel magabiztosan egy vizergépre, hogyha azt mondják, hogy hát úgy látjuk, hogy szabad menjünk. Ez ma már nem lenne nagyon biztonságos, és az űrben is azt mondják, hogy ma már nem az a kérdés, hogy fog-e baleset történni, összeütközés akaratlanul, hanem az, hogy mikor. Az elmúlt 2 évben 5-szörösére nőtt a kockázata, hogy ilyen baleset előfordul. Tehát egyre több a megoldandó kihívás, és ez a megmerevedett nemzetközi jogi rendszer, ez egyre több kérdésen nem tud választ adni. Ilyen például a világűr szerződés második cikke, ami azt mondja, hogy a világűr mindenki, és nem lehet nemzeti szuverenitás alá hajtani, most nagyon egyszerűen fogalmazva. Az amerikaiak azt mondják, hogy oké, nem parcellázhatjuk fel, de biztonsági zónát létrehozhatunk, ugye az Artemis megállapodás, illetve azt mondják, hogy ez nem vonatkozik a hold méhének a kincseire. Tehát kitermelhetjük, hiszen a nyílt tengeren is, aminek hasonló jogi státusza, lehet halászni, attól még nem az enyém az a tenger terület gyakorlatilag. Az oroszok mást mondanak. És innentől kezdve ezek ugye nincs egyértelmű játékszabály, feszültséghez és problémákhoz vezet, és akkor idehozhatom, és ez az egésznek kérdéskört egyre inkább ezért lehet hallani, hogy space sustainability-ről beszélnek világűr politikában és jogban, a fenntartható fejlődéshez köthető, és ez nem ez a csúnya szó jut csak eszem, hogy szokták ezeket nevezni, ezeket a közkeletű, nagyon szép szavakat, amiket használunk, de nem tudjuk, mit jelent. Itt nagyon is azonosítható, hogyan használhatjuk fenntartatóan ezeket a pályákat, hogy ne keretkezzen űrszemét, hogyan szabályozzák az államot magukat, hogy ne lőjék szét a saját műholdjaikat, ne vagy Isten más műholdját, az ugye egyértelműen jogsértő, de a sajátot azért előszeretettel lövik, az oroszok 2021-ben, a kínaiak 2007-ben, de 85. szeptember 10-én az Egyesült Államok volt, aki először szétlőtt saját műholdat. Tehát ezek ugye nagyon nagy problémákat okoznak, és hogyan tudjuk ezt fenntarthatóan végezni, ezt a tevékenységet.
Tehát globális szinten nagyon fontos ezekkel foglalkozni, hiszen itt senkinek nem kell megindokoljam, hogy az űrben végzett tevékenységek milyen hatással vannak a földi életre elsősorban. Ezek teljes veszélybe kerülhetnek, hogyha ezek nincsenek a játékszabályok lefektetve. A kilátások nem túl jók, hiszen nemzetközi szinten az ENSZ keretén belül egyhangúsághoz kötöttek az egyezmények elfogadása, amit most nyilván egyre távolabb kerülünk ettől. Az űrtávközlés talán az a terület, ami a leginkább leszabályozott, és ami ugye biznisz, annak mennie kell, és azt ugye az államok, ahogy látjuk azt is, hogy Elon Musk ugye Starlink műholdakat állít be Ukrajna fölött, és nagyon támogatja Ukrajnát, majd egy nappal azelőtt, hogy egy orosz űrhajóst felvisznek mégis Amerikából, egy olyan tweet üzenetet ír ki, amitől teljes Ukrajna kiborul, és az oroszok megnyugszanak, tehát hogy ez üzlet, és ez látszik, hogy annak viszont mennie kell. Magyarországon miért érdemes ezzel foglalkozni? Erre nyilván adhatunk egy olyan választ, hogy azért, mert nehogy már lemaradjunk a nyugati fősodortól is, hogy vannak területek, amikkel nem foglalkozunk. Ez egy kicsit öncélú kutató válasz. Hozzáteszem, hogy nem most vannak az első olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak hazánkban, sőt, hogy szokták mondani, óriások vállán állunk. Gágy Gyula professzor volt az első és legnagyobb olyan jogászunk, aki nagyon komoly nemzetközi elismertségnek örvendett. 64-ben jelent meg a könyve Világűrök címmel. Hozzáteszem, 63-ban volt az első olyan szatározat, ami már az elvekkel foglalkozott. 64-es a könyv, 67 volt a világűrszerződés. És a magyarok sokat tettek azért egyébként, ha jól tudom, a 72-es felelősségi egyezmény, kárfelelősségi egyezménynek a kidolgozásában nagyon komoly szerepet tettek le magyar tudósok, sőt Mádl Ferencnek az első tudományos publikációja Világűrök témában született, ezeket Almár Iván professzor úrtól tudom, aki volt oly kedves, hogy a könyvünkben köszöntőt írt. Tehát van ennek előzménye, sőt 1910-ben írtak már arról, hogy világűrrel foglalkozni kell jogi szinten is egy belga jogász. De vissza Magyarországra, nem csak egy öncélú kutató hozzáállás, hogy ezzel foglalkozni kell, hanem ahhoz, hogy az Európai űrügynökségen belül a globális szinten hatékonyan tudjuk érvényesíteni diplomáciai szinten Magyarország érdekeit, nem elég csak a műszaki tudom, nem csak azt tudni, hogy kell jó műholdakat, belső interfészeket lefejleszteni, hanem azt is tudni kell, hogy milyen környezetben mozgunk, és ezt látnunk kell, ott kell lennünk, és ehhez kellenek az ismeretek, ami a világűrjog és politikának a lényegi elemét teszi ki. És innentől nem térnék ki nagyon már a Unispace-re, hiszen Bacsárdi Laci mindent elmondott, hogy az űrstratégiában jelent meg először az, hogy kell egy interdisziplináris tudásplatform, ami nem csak a műszaki tudományokra alapoz, hanem egyéb társadalomtudományok is megjelennek. Nagyon érdekes volt az orvostudományi előadás is, de az már régóta ott van, az is evidencia, hogy kell. De ebben megjelent a jog is, ugye elindult ez a Unispace program, és itt most a saját szakirányunknak a képzését hozom elő, amit Laci említett, de nem ment bele. Az első, ez két szempontból is egy interdisziplináris képzés. Az első az, hogy az első fél évben közösek a tárgyak. 2 ELTE, 2 BME, 2 Debreceni Egyetem, 2-t mi tartunk, hogy mindenki közös alapokra kerüljön. Be kell vallanom önöknek, hogy nagyon féltem attól, és ez beigazolódni látszik azért, hogy a gyerekbetegségek előjönnek, ez természetszerű, mert hogy milyen közös alap van egy orvostanhallgató, meg egy nemzetközi jogász között, a nemüket leszámítva, meg hogy egy nyelvet beszélnek, mert hogy mi az, ami neki nem túl alacsony, neki meg még befogadható anatómiából. Nekem elég alacsony a szint, ami befogadható anatómiából, de na mindegy, szóval, és ezeket kell most lecsiszoljuk, mert ezek szépen előjöttek már az első órák alkalmával, de ezen rajta vagyunk. És a második, harmadik fél év, ez a második fél év, itt pedig már specifikus tárgyakat hallgatnak a hallgatók, és van két tárgy, ahol a másik három szakirányra kell áthallgatniuk. Ez is limitált, mert most nem megyek bele, de oktatás szervezésileg elég bonyolult. Egy elég bonyolult konstrukció ez a 17 egyetemes konzorcium, de elindult, és ez már valami. És a harmadik fél év pedig így néz ki. Sikeres volt a jelentkezés számát tekintve, 115-en jelentkeztek. 5 napig egyfolytában felvételiztettünk, mert mindenkit szerettünk volna meghallgatni, és tényleg egy nagyon jó csapat jött össze. Az a tapasztalat, hogy nagyon sokan katonák,
Nyilvánvalóan a biztonság és védelem politikai aspektusok egyre fontosabbak. Sokan vannak, akik pályázatokkal foglalkoznak, és ezt én azért tartottam nagyon jónak, mert fontos, hogy ez az ügy, ez eljusson a kormányzat és az egyéb rendszerekben, hogy ez egy fontos téma, és amikor szembe jönnek pályázatok, akkor tudják, hogy ezzel fontos foglalkozni. Vannak természetesen jogászok, akik szebb életet remélnek ettől, hogy a egyszerű adásvételiken túl valami magasztossal is foglalkoznak. Hogy hogyan hasznosul, és ezt a kérdést kaptam meg mindig, most a Szentendrei cikk miatt a Népszavától is, na jó, de hát, hogy hova képezünk ennyi embert, ennek nem csak közvetlenül tud hasznosulni, hanem leginkább közvetlenül tud hasznosulni. Közvetlenül persze, hiszen a KKM-nek is mindig szüksége van arra, hogy legyenek új szakemberek, és ez be is igazolódott, ez működik ez a transfer gyakorlatilag. Közvetetten viszont sokan vannak a képzésünkön olyanok, akik természettudományokkal foglalkoznak, más területről jöttek, de meg akarják ismerni ezt az oldalát is az űr szénának gyakorlatilag, ökoszisztémának, és ezért jöttek, és ez a tudás náluk így fog hasznosulni. Jogászoknál tud hasznosulni, mert ők nemzetközi jogászok voltak, de ezzel a speciális területtel akarnak megismerkedni. Pályázatíróknál, mert rá fognak állni ezekre a pályázatokra. Van egy-két vállalkozó, aki ezzel szeret. Tehát, hogy és nyilván olyanokat fel se vettünk most, akik csak azt mondták, hogy kiskoruk óta szeretik a Csillagok háborúját, és nagyon érdekli őket, tehát jöhetnének, tehát hogy igazából miért ne, de hál' Istennek annyi jelentkező volt, hogy ők a prioritásban a negyedik helyen voltak, és ők már nem kerültek be, úgyhogy természetesen a puding próbálja az evés, majd meglátjuk, szokták mondani, de bízunk benne, hogy ez sikerre tudjuk vinni. Másfél éves munkaeredményeként pont a képzés indulásakor sikerült megjelenjen a könyvünk, amit itt ülő többen is követtük el. Nem akarok senkit kifejteni, de gyorsan itt a Dia Botelőd, Vári Péter, ugye Almár Ivánnak köszöntjük a köszöntőt. A szumma szumárom az az, hogy 12-en írtuk, és megpróbálja átfogóan összefoglalni azt, hogy milyen témák vannak a világűrjog kapcsán. Interdisziplinárisan, hiszen előddel indítunk, egy természettudományi helyzetkép a űr felhasználásának technikai kérdéseiről, és van benne űrpolitika is. Ez a Unispace-szel kiegészülve azzal, hogy jövőre megnyertük a rendezés lehetőségét, hogy az NKR rendezzük meg a European Center for Space Law-nak a Space Law and Policy Summer Course-t, a nyári egyetemet, ami 30 éve kerül megrendezésre, az ESA-nak a legnagyobb ilyen nyári egyetem, ezt most mi szervezhetjük jövőre. Tehát igyekszünk ebben pezsegni, igyekszünk hasznosak lenni és segíteni a magyar diplomáciát, meg a magyar tudományt általában. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.